Tisztelettel, szeretettel Isten hozta a friss Kossuth díjast. Akkor induljunk innen. Kérem szépen, valamennyien döbbenten olvastuk az újságban, hogy Revicki úr Kossuth díjat kap. Valamennyien azt hittük, hogy már 15 éve van Kossuth díja. Miért késett ilyen sokat ez a... Hát, igen, hosszú előzménye van. 1986-ban Szilágyi Tibortól tudom, aki akkor még azt hiszem, még központi bizottság, nem később a központi bizottság, de mindenütt voltak szoros kapcsolatok. Szilágyi elvtárs, jó elvtárs. Igen. Barátom. Igen. Tőle hallottam, hogy Jászai díjra jelöltek, és pirossal húzva szerepelt a nevem az első helyen. Igen ám, de volt egy bemutatónk, a Ragyog Csillagom, amit a Sándor Palika rendezett a Víg Színházban. Ez egy nagy sikerű és igazán kiváló szovjet film, az Oleg Tabakov, Ragyog Csillagom. És a Sándor Palinak az első színházi rendezése volt, a premiéren hatalmas siker. Igen ám, de sorozatban haltak és hultak el az akkori Szovjetuniónak a vezetői, és éppen a Csernyenkóra került a sor. Általában a főtitkárok szoktak potyogni abban az időben. Igen. Még annyit mondanék előzetesben, hogy a Sugár András közvetítette Csernyenkó temetését egyenesben, és azt mondta, hogy a Szovjetunió központi bizottsága a sír szélén áll. Most ő megúszta ezt az egészet, de például az az operatőr, aki közvetítette az egyik utolsó Brezsnyev beszédet, miközben a Brezsnyevnek kiakadt az álla, mert ugye ajakrákja volt, és egy grúz nő kezelte, egy természetgyógyász, és azzal tudta ilyen sokáig elhúzni, de kiakadt be az álla. És az operatőr ráközelizett, az Szibériában végezte. Hát most azért mondom, hogy a Sugár Andrásnak nem volt következménye, de én nem a piros vonal hogy kerül ebbe? A Revicki mellett volt a piros vonal, az hogy kerül bele ebbe a történetbe? Csak mint hogy kiemeltek, hogy feltétlenül én kapjam meg a díjat. És megkaptad? Na, ezen a premiéren én egy szovjet népbiztost játszottam. Jézus és mindent értek. A Kern Andris játszott a Tabakovnak a szerepét, akinek volt egy kamu halála, egy tetsz halála, és ugye eltemették, tehát valójában nem volt halott. Megrendezett temetés volt, és én, mint szovjet népbiztos mondtam a sírbeszédet, és egy olyan szövegem volt, hogy olyan temetést fog kapni, mint a legnagyobbak. Na most a szituáció adott volt, Zsinórba haltak meg ugye évente, másfél évente a szovjet vezetők, és amikor ide érkeztem, akkor tudom, hogy olyan temetést fog kapni, mint a pici szünetet tartottam, és itt már óriási röhögés, taps. Úgy tudtam meg másoktól, hogy miniszterek feleségei sikongtak, és felkiabáltak a színpadra, hogy a halállal nem lehet viccelni. Amikor ilyen botrány volt, akkor a szovjet nagykövetség felállt a Víg Színház pályájában, és eltávoztak, és engem várt az elhárítás. Kijöttek. Még aznap? Akkor este vált az elhárítás. Föl volt a készülés. Tudták, azért, hogy a Revicki fog játszani. Azért úsztam meg tulajdonképpen ezt a dolgot, mert a Farkasinszky Lajos volt a Szépvölgyi Zoltánnak. Fővárosi tanács, kulturális, ma úgy mondanám, kulturális főpolgármester helyettes. És ő nem vetette meg az alkoholt, még előadás közben sem. És jött ki a művészbejárón, majd az is kiderül, hogy miért, és meglátott ott két embert, akit ő ismert. Hát ezek voltak az elhárítást. Te mi a fenét kerestek ti? Mondták, hogy a Revicki eljött. Ne ezzel szórakozzatok, hanem keressétek meg a kabátomat, tudnélik. Azért jött a művészbejárón, mert elvesztette a téli kabátját. És ezzel elhessegette, és fellazította az ügyet, és elküldte ezeket az embereket. De nem átallották
az egyik pusztai elvtársnak hívták, akihez a színház tartozott, az egyik fővárosi ülési, fővárosi tanács ülésén, ő fel akarta említeni ezt a Revicki ügyet, és amikor odaérkezett, a Farkasinszki azt mondta, hogy a szép földjelvtárs már értesült erről, és leintette. Így szép lassan nem, de közreműködött az elsimításban a Szabó Ernő, az akkori... Szabó Ervin. Szabó Ervin, bocsánat, igen, a József Attila Színház igazgatója. És az Iglódi Pista, de érdekes módon a színház képviselői, illetve hát vezetői, vagy Sándor Pál nem semmiféle megközelítés itt a dolognak nem találta, hogy kvázi ezt a dolgot elcsitítsák, pedig hozzájuk tartozott volna, mint rendezőhöz, vagy mint színház igazgatóhoz. Ők nem tettek semmit. Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy a Horvainak már akkor nem voltak olyan kapcsolatai. Horvai István rendezője volt. És igazgatója. Igazgatója is, igen. Bár ő 23 éves korában Kossuth Díjas volt, mert a Madách Színházban egy Sztálin darabot rendezett, aminek a Gábor Miklós volt a főszereplő. És másnap meg 23 évesen Kossuth Díjas volt. De ő volt az első, mondjuk úgy, hogy jó szemű kommunista ember, aki 56-ban visszaadta a pártkönyvét, ami azon nagyon-nagyon bátor tett volt. 56-ban visszaadni a pártkönyvet nyíltan, az nagyon komoly elhatározás. Ezek mind Moszkvában végeztek, ugye? Mind Moszkvában végeztek. Mind ezek a moszkvista magyarok, akik aztán átvették itt a színházat, Szöröstül-Böröstül, meg a filmgyártást. Abszolút. Meg minden mást. Mindent az egész országot. Revi, hogy bírtad te a Vígszínházba ilyen hosszan? Még most is ott vagy? Ott vagyok még mindig. Ez a Fábricsóval elhangzott legutóbb, hogy én nagyon sokszor mondtam fel, tényleg nagyon sokszor. Annyira jó viszonyban voltam a Horvaival, annak köszönhettem, hogy a legjobb barátjára, Sarkadi Imrére hasonlítottam, nem azonos alkatú, fejtípusú emberek vagyunk, és ezért nekem mindent lehetett. Valamint ő csak skorpió jegyű növendékeket vett föl, de ez csak egy megérzés volt tőle, nem nézte a dátumot. Az összes tanítvány a skorpió volt. Te is nálatok? És én pedig nem. Én a Kazimír osztály, első Kazimír osztályban jártam. Én skorpió. Kazimír Károly, Tália Színház igazgatója volt, nagyon tehetségesen indult, aztán ő belőle is lett egy ilyen nagy politikai elvtárs, elkezdte ismételni önmagát, és hát a végén úgy elfogyott, mint a cérnaszál. De uralkodni nagyon tudott. Uralkodni, nagyon. Ahhoz értett. Igen, tulajdonképpen az első két évünk az egészen kiváló volt. Nagyszerű tanárnak láttuk a Kazimírt. És ott a második évben... Első osztálya volt? A Kazimírban? És kik voltak az osztálytársai? Gál Völgyi Jancsi, ismertek közül, Sáfár Anikó, Borbás Gabi, Szilárdi Pisti szegény meghalt, Holocsi meghalt, Balázs Piri Zoltán, a Nubiszádi TV-nél van, mert ő vajdasági magyar volt, vagy illetve még megvan, hál' Istennek. Jani Ildikó, Kazinci Ildikó, akit kirúgtak. Ők nem ismert. Jani Ildikó Ausztráliában él. Hát tulajdonképpen úgy megmaradni csak a Borbás Gabi, a Horváth Péter még, aki író-rendező, és rendező, Szegeden rendező, és színész. Uh-huh. A gonosz horvátnak a fia, aki a gonosz horvát pedig volt. Közben én fordítom, amit a művész úr mond, az pedig egy nagyon nagy tehetségű színházi rendező volt, aki mindig elszigetelten dolgozott ezektől a divatos, major, Kazimír, stb. Horvaiktól elszigetelve, vidéki magányában. Imádták a színészek valami miatt, pedig kutyául bánt a színészekkel, de azt tartja róla a fáma, hogy nagyon őszinte ember volt, és az a készsége volt meg, nem tudom, hogy te ezt ezzel egyetértesz-e, hogy ő úgy nézte a próbát, valamit gondolt, és azt úgy kimondta. És a színészek ezt szerették, hogy őket megbírálja, és azt mondja, hogy tetszik, meg azt mondja, hogy nem tetszik. Hát emiatt mondták, hogy gonosz horvát, mert gonoszul megmondta a maga kis igazságát, de a színészek körében népszerű volt.
egy elszigetelt, magának élő intellektus, akinek elég sok köze volt a színházhoz. Jól mondom? Igen, nagyon jó színész is volt, színészi készségei is egészen kiválóak voltak. Együtt forgattam vele egyszer egy tévéjátékot, amikor még rengeteg volt. Ugye a sors iróniája, hogy egy agydaganatos embert játszott, és végül is ő agydaganatban is halt meg. És összebarátkoztunk, és megkérdeztem tőle, hogy miért hívnak téged gonosz horvátnak. Hát azért, mert ütöm bánom a színészeket, vidéki színészeket. De mondom, miért? Hát, hogyha szeretettel közelednél feléjük, akkor talán jobb eredményeid lennének. Nem, azt mondja, ezek olyan rosszak. Nem lenne akkor előadás. Igen. Na szóval, hogy miért a Balik Színházban ilyen hosszan? Azért, mert a Horvai Pistának egy ilyen kegyelt embere voltam. Én hétvégén mindig elmehettem horgászni, tehát én csütörtökön bejelentettem, hogy péntek, szombat, vasárnap a szabad. És mindig elengedett, egyetlen egyszer orrott meg rám, de még akkor se annyira. Az Turgenyev Egy hónap falun című darabját rendezte a Pesti Színházban, az Eszenyi Enikő volt a főszereplő, és én voltam az orvos férje. És azt mondta Pistának, hogy nézd Pista, én egy hónapot nagyon szívesen eltöltök falun, úgy effektíve, de próbával most ezzel nem szeretném tölteni az időmet. És akkor hát tudomásul vett a Pist, és a Szervét Tibi így került a Vígszínházba, mert visszaadtam a lőszerepet. De akkor nem mondtam föl, de jött egy következő darab, amikor is az olvasó próba szünetébe fölmondtam, az 89-ben volt. A második rész már nem is olvastam vissza. Milyen érdekes, hogy mindig fölmondott és mindig maradt. Akkor elmentem másfél évre a Nemzetibe, de visszajöttem, a Tordi visszahívott a Szomori Dezső Györgyike drága gyermeknek a Mikár papájára, ahol is a Tahi volt a fiatal udvarló fiú, és én voltam a kislány apja, tehát mondjuk ez nekem kellett volna. De az volt egy abszurd jelenete, ami nem is tudom, hogy hogy kerül a darabban, a ló monológ, így neveztük el. Valószínűleg azért, mert ezek az írók nem kerülhettek be akkoriban a színházakba. Tehát nem tudott a Herceg Ferenc, a Molnár Ferenc mellé bekerülni, és ezért kabaréba játszották a Szépernő darabjait is. Ugye? És valószínűleg azért került bele ez a betét, mert nem illett a darabban, hogy kvázi kabaréba játsszák a darabot. Tehát legyen egy olyan, és egész fantasztikusan tudott írni a Szomori Dezső. Ebből a monológból kiderül, kár, hogy nem folytatta ezt az abszolút tevékenységét, mert hihetetlen humora volt. Ez lehet, ez számomra új. De csak ez. Győgedem, hogy ez a betét. Szomori Dezső egyébként egy nagyon vitatott magyar író, ugye az első világháború környékén tűnt fel. A Sütő utcában lakott itt a belvárosban, mindig piros sál volt, soha senkivel nem beszélt. Minden gyereknek adott öt koronát, és esőbe szeretett sétálni. És fantasztikus női szerepeket írt. És az élet hercege lett, a színház életnek a királya lett, de valami szörnyeteg magyar nyelven, valami nem létező magyar nyelven nem tudott eléggé magyarul. Az apja, azt eredetileg őt úgy hívták, hogy Weiss Mór, és abból magyarosított Szomori Y. Dezső, hogy ő Szomorú Dezső, tehát egy ilyen nagy pozőr volt, és nem is színházi szövegeket írt, hanem operáriákat, meg duetteket. És össze-vissza tekerte azt a szegény magyar nyelvet, és állandóan ismételgette a szavakat, a szótagokat, és mindig sokszor kellett mondani az igéket, és a Csortosnak egyszer azt kellett mondani négyszer egymás után, hogy beszél, 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 beszél. És a Szomori minden nap ott ült, és hogyha nem négyszer mondta, akkor utána kikapott szegény Csortos. Úgyhogy a Csortos
úgy bosszulta meg ezt a dolgot, hogy az egyik előadáson elkezdte mondani az árját, beszél, 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 kefél. És a szobori elájult a proszcédium páholyba, elájult, mert annyira ő a szövegeit kívülről tudta, és mint ilyen opera komponista, hát úgy ellenőrizte. Na most ez a Szomori Dezső, ez fantasztikus női szerepeket írt, többek között, bocsánat, csak úgy a zárójel, aztán mindjárt visszajövünk, hogy többek között a Jászai Marinak. Képzeljék, miért nevezték Jászai Marit nagyasszonynak? Mert Szomori írt neki egy színdarabot, aminek a cím szerepét a nagyasszonyt a Jászai játszott, és akkora sikere volt, hogy ráragadt a szerepnév a nagyasszony. Emiatt a Jászai ráragadt a Szomorira. A Szomori egy incifinci, vöröshajú, nagyon ronda ember volt. A Jászai Mari pedig hát egy derék magyar asszony, ugye megfelelő hússal, testtel, és abban a lakásban lakott Szomori Dezső, amelyikben most én. És abban volt egy füles berzser fotel a könyvtár szobában. És ebben a szobában, képzeljék el, mint metresz, megfordult Jászai Mari, Varsányi Irén, Márkus Emília. Ezek a kor nagy színésznő hősei voltak. Szomori mindnek írta szerepet, és utána valahogy úgy összebújtak azokban a szobákban. És a fáma úgy tartja, hogy a berzser fotelben, most is ott van egy berzser fotel a könyvtár szobában, ugyanott csak nem az a fotel, hogy ott ült Jászai Mari, ugye a nagyasszony, felöltözve, és állítólag a Szomori Dezső, az incifinci anyaszült meztelenül ült az ölébe. És a könyvtárszoba ajtaját kinyitotta a kis cselédlány, oda nézett, összecsapta a kezét, és mondta, hogy Jászus Mária, megszült a nagyasszony. Ez csak egy ilyen történet, ami a Sütő utca 2-ben cirkulál, mert van még egy-két ásatlan öreg hölgy, akik ezeket a városi legendákat még mondogatják. De a lényeg az, hogy a Szomori Dezső, a Györgyikát drága gyermek, ez egy új, de a magyar dramaturgiában nagyon vitatható szerepet játszott, egy igazi öncsaló volt, például az első világháborúban behívták katonának, de nem ment el katonának, mert félt a katonaságtól, és utána évekig akart beszélni a királlyal, hogy bocsánatot kért tőle, és ő mindenképpen akart beszélni a királlyal, szóval egy ilyen pali volt. Hát a Csurka István nevű magyar drámaírónak nagyon rossz véleménye van arról a nyelvi teljesítményről, ami Szomori felhalmozott írói élete során. Egyébként a darabjai hát olyan extravagáns, sűrű, színészek szeretik. Lehet játszani a szerepeket, ilyen bankigazgatókat, meg uzsorásokat írt meg, meg ügyvédeket, meg... Tehát a városi flaszteren termett figurákat írt meg, és hát jó játszható szerepek vannak, a színésznők mondjuk rajongtak érte, de most ezt menjünk máshova. Hogy a Revicki olyan jó kis szemérmes ember. Én úgy gondolom, hogy ő az, és annyira hozzánk tartozik, és olyan keveset tudunk róla. Szóval van egy csomó színész, aki kipakolja, meg a Szomori is kipakolta, meg a celebek is kipakolják, meg nem tudom, és a olyan jó, hogy róla nem tudunk botrányokat, meg semmi különöset, de azért mégis tisztelj meg bennünket arról, hogy az apukádat, meg az anyukádat, meg a nagyszülőket, ha elmesélnéd. Meg azt, hogy miért hívnak Revickinek. Honnan szedted össze ezt a gyönyörű nevet? Hát kezdjük ezzel akkor. Ha lehet. 1272-ben egy Revicki Hotemír, így van írva, Hocimírnak kellett ejteni az akkori szabályok szerint. Revisnyén éltek a jelenleg szlovák-lengyel határ mellett, volt egy vára, és akkor kapott nemesi levelet. 1272-ben. Hol van lejegyezve? Hát a Nagy Ivánféle családok. A nagy almaradban. Igen. Az én ágam az elhagyta ezt a Levicki családot, és Erdélybe, 1540-ben Erdélybe itt hagyta a családot, és ott települt.
le, és mi tőle származunk, ettől az ágtól. De őt tulajdonképpen így kitaszították családilag, holott valójában fordítva történt, mert ő unta el az egészet, és ő hagyta ott, és nem a kalandvágyból, hanem... Mi volt a Revicskiek legmagasabb erőt rangja? A legmagasabb rang az osztrák-magyar monarchiának egyetlen magyar származású kancellárja volt, a Revicski Albert. Második József idején, ha jól tudom. Az a teágadból? Hát nem lehetett fölvenni a Revicski nevet, még a Rákosi korszakban sem védett név. Akkor mi a helyzet a költő Revicskivel? A Revicski Gyula, ő fattyú gyerek volt, a Cserélánytól született. Ezért de Revicskitől? Revicskitől. És megkapta a nevet? Igen. És hát az volt a tragédiája, ugye, hogy nem kapott kellő kórházi kezelést, és így tüdőbajban. Hát ha kapott volna, akkor is meghalt. Tehát akkor Lutri volt még a TBC. És a jelenleg Bécsben élő híres Revicski hölgy, az is rokon? Külügyben dolgozik, kulturális diplomáciában. Tulajdonképpen minden Revicski. Minden Revicski rokon. Csak meg kell nézni az ágakat, hogy éppen melyik ezt a... Csak az Ullein Revickiek, az egy másik ág, de például Horthy Miklósnak is a svéd magyar diplomára, hogy nagykövet? Nagykövetnek. Igen. Ő már... Az a Horthy követe volt a Revicski Ullein? Igen, igen. Az báró volt. Igen, nem? Báró igen, volt. Igen. Ő már az Antant, tehát Horthy már Hitler hatalomra jutása előtt már az Antanttal vette fel a kapcsolatot, és ő volt a fő tárgyaló, uh-huh. A Revicski uh-huh. Antant. Ha, szép család. De hát nem sikerült. Szép család. És ezzel a névvel hogy vettek téged föl színiiskolába? Pász. Tetszik tudni, mi a szerencséje a Revicskinek? Hogy annyira tehetséges. És a másik szerencséje az, hogy isteni a humora. Úgyhogy mindent megbocsátanak neki, nem? Mindent megbocsátanak. Mindenhol szeretik. Te téged a ballívok is szeretnek. Nem? Igen. Hát fantasztikus érzés volt, hogy 17-én játszottuk az Egy csók és más semmit. Csak én egy nagyon pici, március 17-én, bocsánat, tehát a Kossuth Egyetem, három nappal. És igaz, hogy az ENCI a tapsrendnek már szinte vége volt, az ENCI kiállt, az ENCI az eszemjelenikőt, és elkezdett tapsolni, és 1070-en voltak a nézőtéren, 1050 ember férte a színházban, igen. És egy bő 5 percig állva tapsolt a Lipótvárosi Közösség. Nagyon érdekes. Ez érdekes. Nagyon érdekes, és ezzel és baloldali, ugye. Azért mondom, hogy a személyisége és a tehetsége, mert azon kevesek közé tartozik, aki ugye te mi hozzánk tartozol. És képzeljék el, ez az egyetlen ember, akit mégse köpnek le. A baloldal és a balli. Valahogy szeretik, elfogadják tőled. Te mikor ültél ki az ilyen politikai helyekre, nagyon hamar. Mindig ott ültél, de? Hogyne, persze. Mindig ott ültél. Rendszerváltozás óta ott ültél. Ha, igen. Nem csináltál belőle titkot? Egyet nem vállaltam rendszerváltozás idején, hogy verseket mondjak. Aha. Azokat nem vállaltam. Akkor nem. Föltámad benned a Revicski? Nem tudtam eldönteni, hogy melyikek az igaziak. Igen, tőled ez a balonkabátos, fehéringes, kiállós, nem, ugye ez nem, ez idegen tőled. Ez igen, a, mert a, nem akartam... Mint a Sinkovics és a Besenyei annyira csináltak. Igen, de nem akartam rögtön valami ilyen párt színeiben mutatkozni úgy, hogy versekkel kiállok, és nem. De hát aztán a 2002-ben vidáman ott ültél velünk, ugye? Hát hogy, ott voltam a Kossuth téren. Premier napján oda mentem. Az Antonius és Kleopátra elnök volt premierje, mégis ott voltam végig.
Hogyan? Meg egy... Második felvonásban mentél csak be a színpadra? Nem, hát még ja, még előtte. Háromkor volt a temetés, persze, végig tudtad várni. Jaj, ez nagyon érdekes volt, ez 2002, mikor a Kossuth téren volt. Aznap kellett eltemetni Hófi Gézát. És akkor, hát ugye az MSZMP, én voltam, aki rendeztem a temetést, és az MSZP rám parancsolt, hogy a temetés háromkor lesz. Erre én azt mondtam, a Hofi temetése 12-kor lesz, MSZP. Háromkor lesz. Mondom, 12-kor lesz. Végül megegyeztem az MSZP-vel, hogy hát én vagyok az igazgatója, a színháznak a halottja a Hofi, a család meg a színház úgy döntött, hogy 12-kor van, azt akarták csinálni, hogy háromkor legyen hogy a nagy. Kimenni. Hogy ne tudjanak kimenni, és mert aztán... a Hofi ez egy nagy tömeg. És itt is volt egy jó kis történet. Mikor kiderült, hogy hát 12-kor lett, akkor barátunk, testvérünk és kollégánk Sas Jóska csinált egy nagy ilyen MSZP kampányt a rádiótelefonokon keresztül, hogy mindenki jöjjön 12-kor a Farkasrétre egy szál vörös szegfűvel. És jöttek a nagy komcsi tömegek, művészek az elején, mindenki hozta a piros rózsát. Én meg megbeszéltem a családdal, hogy a protokoll virága kék írisz. Mert ugye előre már gondoltam, hogy lesz egy ilyen, tudva, hogy aznap van az Orbán Viktor, nyilván lesz egy MSZP-s mozgás. És a Hofinak volt egy utolsó felesége, akivel lehetett beszélni, egy szőke nő, csinos szőke nő. Megkérdeztem, mi volt a Géza kedves virágja. Maga szerint azt mondta, kék írisz. És ezt jegyzőkönyvbe vettük, hogy kék írisz. És azt mondtuk, csak az állhat ki, aki kék íriszt. Na most ilyenkor van a díszőrség. Ez azt jelenti, hogy 10-esével, 5 itt, 5 ott, megáll egy kicsit, tartja magát, aztán elmegy. Jön a következő 10, ezt úgy hívják, hogy díszőrség. Na most ezt mutatja a kamera. És amikor jött a Hofi a elvtársakkal a piros rózsa, akkor én mikrofonban megmondtam, sajnos a családtal tározott a kék íriszt. Tízőrségben csak az mehet, aki kék írisszel megy. Sasúskáig elhányták a piros szegfűt, felvették a kék íriszt, és úgy mutogatták magukat a televízióba, és tényleg a temetés lement körülbelül 2-ig, ugye 12-től 2-ig, és 3-kor szépen ott voltunk, ahol lenni kellett. Szegény Sasúska. Hirtelen eszembe jutott, hogy adócsaló. Ezzel szemben Revicki devizahiteles. Milyen érdekes? Nem deviza. Ja, rendesége. Nem, forint hiteles. Szóval forint hiteles. És van neked Mercedes? 2 vagy 3? Van, egy krisztusi korban van a 123-asom. Igen. 33 éves, de hibátlan állapotban. Van, én automániás vagyok sajnos. Uh-huh. Van egy 91-es BMW-m, van egy Nissan Patrol, de ezek mind nagyon öreg autók, úgyhogy tavaly úgy kellett dönteni, hogy vége a hülyeségnek, mert ugye 5-ször volt smog riadó Budapesten. És mindig beleestél. És mindig előadásom lett volna, és most kellett venni egy olyat, amivel be tudok járni. Na, még egy picit hadd menjünk vissza a kíváncsiskodás felé, hogy az édesapa, az édesanyja, meg a nagypapa, meg a nagymama. Mert hogy annyira nem tudjuk, de annyira érdekel minket, mert éhesek vagyunk a pletykák. Ki hogyan érte meg az első március 15-ét? Kitől tanulta a karácsonyt, meg ilyenek? Hogy lesz valaki Revicki? Hogy nem lesz Sas Jóska? Hát az édesapám, Revicki István, ő a Komáromi megyei építőipari vállalatnak volt a főtűnvelője, mai szóval élve gazdasági igazgatója, de tulajdonképpen akkoriban minden vállalatot a főkönyvelők vittek, illetve a gazdasági igazgatók, hiszen az igazgatók ezek ilyen kinevezett pártkori fősök voltak. Munkás igazgatók. Igen, tehát ők semmit nem csináltak. Hát az apu miatt tulajdonképpen rendkívül kellemetlen helyzetbe kerültünk. Olyan kitelepítés volt? Igen. Tulajdonképpen így kerültünk Budapestre.
olyan értelemben, hogy ez sokkal később, ez 1967-66-ban történt. Tudnélünk, akkor már nem a kitelepítés ment, hanem más módszerek. Igen, más módszerek. A Hazafias Népfront útján egyébként, annak a közvetítésével az aput egy kicsit kitették meg, engem megbuktattak. Az történt, hogy milyen iskolában buktattak meg? A Tatabányai Árpád gimnáziumban matematikából, de nem az volt, hát egy kettes voltam matematikában, de csak kettesen volt, nem is tudom, hogy miért buktattak meg. Nem voltam jó, de egy zseni volt a tanárunk, aki később elmegyógyintézetbe is került, és Tatán halt meg a Sárgaházba, úgy hívtuk az elmegyógyintézetbe, Vareca Istvánnak hívták. Az történt, egyébként olyan matematikus volt, hogy akkoriban az országos matematika verseny első 4 helyezettje a Tatabányai Árpád gimnáziumból került ki, szóval nem volt semmi az oktatás. Nekünk olyan tanárunk volt, osztályfőnökünk Szégner Lászlónak hívják, aki ferences rendi szerzetes volt, emigrált. Itt vagyunk. Emigrált Franciaországban történelmet és francia nyelvet tanított 15 évig, másfél évig ő egy nagy kalandor volt, világfi, pozitív értelemben. Másfél évig Belgiumban volt díszlettervező, tehát mindenbe belecsapott, és végül visszajött Magyarországra. És mi a kommunista érában tanárnak, 1964-ben. Hihetetlen történet, akkor nem szoktak hozzájönni még. Igen, visszajött Magyarországra, mi lettünk az első osztályon, tehát miután minden igazgató kommunista volt, hát valahol meg kellett alkudnia, itt Tatabányára került, ahol jobb körülményeket kapott, mint más városban, és ezt az egy osztályt vitte végig. Sajnos én elsőbe megsértődtem, nem kellett volna elmennem, és átmentem Tatára, az ötvös gimnáziumban. Tulajdonképpen... Bocsánat, a családod vallásos? Hát római katolikus. Akkor miért nem adtak bennetek egy győrbe, vagy egy bencésekhez Pannonhalmára? Az ilyen családok a fiúkat oda szokták kiszórni. Hát igen, csak... Erre is mondok mindjárt, épp erre akartam rátérni. A Szégner abszolút felfedezte bennem, hogy én egy színész alkot vagyok. És eljött apámhoz. Tulajdonképpen a mindenkinek feladata volt osztályfőnöki órán, vagy német órán is a heti híreket, a fontosabb híreket felolvasni. És én mindig szerettem az angliai ez az első gimnázium, amit most mondasz? Igen, ez az Árpád. Igen. Egyébként németet tanított nekünk, meg még osztályfőnökünk volt. És látta bennem a készséget, ennek kapcsán, hogy felolvastam a híreket, meg egyébként is, hát a magyar tanár mindig engem kért fel verset mondani. És eljött apámhoz, hogy ő elvisz magához és tanít engem. Mire? Azt mondta, hogy ő 5 nyelvet beszélt. Azt mondta, hogy az a színész, aki nem beszél 5 nyelvet, az nem színész. Abszolút a jövőre gondolt. Abszolút. Egy volt ferences szerzetes? Igen. Egy ilyen világcsavar? Igen, és elvitt volna a teljes ellátásom, havi 700 forint lett volna. Abban minden benne volt, az étel is meg. Mert hogyan tehát, hogy ott maga laktam, mellé vesz, ott laktam, mint egy kolostoriskolában, és... Az akkor... ő lakásában laktam. Volt feleséges. Famulus lettél volna. Növendék. Jé, és nem engedted? Nem, az apu már ezt nem bírta fizetni. Tudnélik, egy olyan hatalmas villában laktunk, a Tatabányai bányamérnök soron, amit Liget sornak hívtak, ott csak bányamérnökök laktak, kezdetektől fogva. Ezek hatalmas világotok és gyönyörű kerttel. A mi kertünk az olyan volt, hogy 1938-ig egy olyan bányamérnök lakott ott, akinek a hobbija a növénynemesítés volt, és 2 magnólia fánk volt. A kertünk egyharmadából elvették a villa első felét, első körben. Az első harmadából a teleknek, ők telekre felépítették a megyei bíróság. Akkor volt a telek, és még megmaradt a 2/3. Hát ott gazdálkodni. És a villa elé lett egy nagy ház. Igen, megyei bíróság.
A későbbiek folyamán pedig, hát nagyon szerettünk ott élni, ezt egy bányamérnökkel cseréltük el, mert mi a futballpályával szemben laktunk ilyen gőzfűtéses lakásokban, amikor úgy építettek, hogy a négy emeletes ház az téglából volt, gőzzel fűtötték, és télen ki kellett nyitni az ablakot, mert megbalondultunk, hát aki hozzáért a radiátorhoz, az oda égett annyira, mert csak gőzzel tudtak fűteni. Nem tudtuk, hogy miért akarja elcserélni egy bányamérnök, elcseréltük, megtudtuk. A nagypapámnak el kellett szerződnie a bányához, ilyen diszpécsernek, hogy kapjunk szelet. Ezért kaptam 200 mácsat ingyen szelet, azt hiszem egy hónapig volt elég. Szóval annyira hideg volt, hogy a cserépkályhák állandóan kinyíltak a tetőt, hogyha be akartunk fűteni. És nem is tudtunk minden szobát fűteni tulajdonképpen. Ezért volt a nagy, mert édesanyám akkor már meghalt, édesanyám tudjuk, skizofrén volt, és vonat alá vetette magát. Mikor? Ő az 1962-ben, január 19-én. Ennek az volt az előzménye, hogy hát én tulajdonképpen már gyerekkorom óta alig találkoztam vele. Ha találkozni akartam vele, akkor feljöttünk mindig ide a Lipótra. Az angyal professzor kezelte őt, de hát akkor még más kezelési módot nem ismertek, mint a sokkolást, amivel tulajdonképpen a rövid távú emlékeit azt kisütötték, és akkor újraindult, újra meg kellett ismernie mindenkit. Szóval ez nem volt egy kezelés. Testvéred? Egy öcsém van, egyikünk se örökölte ezt. Egyébként a színészi hajlamot... Öcsém mivel foglalkozik? Az öcsém az a vendéglátóiparban dolgozott, jelen pillanatban is szakács most egy étteremben. És akkor édesapa csinált mindent? Mindent. Persze, illetve a nagymamám, de ezt nem bírta. De anyámnál tartottunk. Tehát ő többször akart öngyilkos lenni. Na most végül is a halálát az okozta, az váltotta ki, hogy a testvére nagy futballdrukker volt, egyébként magyar tekebajnok volt akkoriban. Nagy futballdrukker volt, és egy tatabánya dorog meccsre elment dorogra, a busz visszahozta őket, és meg akarta látni látogatni apáméknál anyámat. Le volt húzva a redőny, kopogott, anyám nem reagált, mert éppen a másik kényében volt, akkor semmiféle kontaktust nem lehetett vele teremteni, még akkor sem, amikor egész nap engem követelt, és amikor oda vittek hozzá, akkor nem ismert meg, mert pont fordult egyet. Kopogott a Jóska a redőnyön, nem reagált senki, elindult hazafelé, és akkor jött éppen a bécsi gyors, a Wienerwalzer, le volt engedve a sorompó, de tudta, mert ismerte a helyzetet, hogy van még ideje. Átment a sorompón, akkor jött aztán a gyors, nem lett volna semmi baj, ha nem balonkabátban van és be van gombolva. Nem volt begombolva? És a levegő, ahogy az aerodinamika ugye megszívta a kabátot, hozzáért a lépcső lerántotta, beverte a pont a halántékát, és azonnal meghalt. Na most valamelyik idióta elárulta anyámnak, hogy ott volt a Jóska. És kereste őt, és örökké felelősnek érezte magát a bátyja haláláért, és ezért lefürdött otthon, hát persze lavorban, mert akkoriban még nem voltak ott fürdőszobák. A nagypapámnál nálunk volt. Akkor nem volt a sárházban. Akkor nem volt ott. Akkor éppen nem volt ott. Elment a fodrászhoz, és a Wienerwalzer elé vetette magát jóval följebb. De ugyanott állt, ahol a Jóska meghalt, amit ugye nem lehetett kiszámítani. Magáról tudta a vezető szerepet. Igen. Ez a skizofrénia, ez öröklődik? Hát a Michelin szerint hetek iziglen, igen. Uh-huh. És fölmenően a családban van? Nem, soha nem nincs. Volt. Nem volt. Uh-huh. És nem is nem már tudják kezelni. Össze elég jól tudják. Uh-huh. Nagyszerű. Színészi készségei egyébként neki voltak. Az anyám egyszer este úgy olvasta fel a János Vitézt, hogy azóta se hallott. Nagyszerűen énekelt, hát a
Zárai Márta és Tatabányai mind a ketten énekeltek, és az énekesnő Bánosi László a felesége. Mindig az anyám. Igen? Bánosi János. Igen. Mindig az anyám nyerte meg. Mindig, mert nagyszerű előadó is volt, amellett, hogy nagyon jó hangja volt. Hogy kezdődött nálad ez, hogy színész akarsz lenni? Általános iskola? Templom? Színház? Nem. Tulajdonképpen első éves általános iskolás voltam, és az első, ugye akkor elkezdtek kezdődött, mert akkor is ilyen körzetesítés. És első körben én az Adi iskolába, általános iskolába kerültem fél évig, ahol is mindig is az osztálybohóca voltam. Én nem tudtam elmenni amellett, hogy a tanárt ne használjam ki, vagy ne fordítsam ki a szavait. Ilyen kontrahumorom volt világéletemben, tehát nekem kell egy vivőr, akiben bele tudok kontrázni, nem önálló a humor. És azt mondta a tanár, hogy nagy bohóc lesz belőle, fiam. Mondta ezt általános iskolomban. És ezt te meghallottad? Igen, hogy? Ezt az osztály előtt mondta. És ezt vitted haza, és otthon mondtad? Igen. Örökösen, igen. Azt átkerültem fél után a József Attila iskolába. Állandóan viccelődtem, vicceket meséltem. Az apám az rettegett tőlem, mert az iskolába 56 előtt még, ilyen viccet mondtam, hogy két légy sétál a Rákosi fején, az egyik elcsúszik, és azt mondja, hogy jaj, segre ültem. Az apám az retteget, hogy az AVA mikor fog jönni. Ez 56 után? Hát ez első éves korom. Ez szörnyű. Hát ez 55. Felségsértés. Akkor még a Rákosi majdnem visszajött 55-ben. Ilyen korán kezdődött. Akkor ez egy őstehetség, akkor ez folyott belőled. Ezt hoztad a családból. Hát tulajdonképpen a kressz oktatások megkezdődtek, és a rendőr velem olvastatta fel a kressz szabályokat, egy rendőrszázados. A hetedikes általános iskolás koromban a nyolcadikosok ballagására egy mesejátékot elő kellett adni, ami egy rendes színdarab volt, csak ilyen meseszerű. És a Tudákos Ákost játszottam benne, a kollégám, meg a, vagyis osztálytársam, az Okos Domonkost. És az ugye, Okos Domonkost játszó osztálytársad nevére emlékszel? Pásztor István. Fantasztikus. Igen. Szóval akkor ez fontosabb volt az életedben. Pásztorik. Fontosabb volt az életedben ez játszás, ugye, mint maga az oktatás, nem? Igen. Nehezen tűrtem az oktatást, mert tulajdonképpen zavarta a játszást. Nagyon nagy baj történik az oktatással a gyerekek kapcsán. Rögtön elmondom egy példával. Most történt meg ezen a hétvégén. A feleségem mindkét gyerekemet és saját magát is elhozta Budapestre jobb agyfél rajzolásra. Jobb agyfélteke rajzolásra. Nem valami nagy rajzosok a gyerekeim. A harmadik napon olyat rajzoltak, hogy elájultam. Olyat rajzoltak, mint itt a Vörösmarty téren kint, ezek a rajzosok, a leül portrérajzra, de másképp, tökéletes a rajz, de az árnyékok miatt. Hány évesek? 15 meg 16. De nem rajzoltak. Fiúk? Egy fiú, egy lány. Egy fiú, egy lány. Hát a feleségem meg olyat rajzolt, hogy elképesztő, de hát ő meg mesterfokú. Minta után rajzolták? Igen, adtak, igen. Aha. És fénykép után. Elképesztő. Tökéletes rajzokat. A negyedik napon pedig önmagukat kellett lerajzolni. És ugye az oktatás, amikor elkezdődik, akkor mindjárt a gyerekek a bal agyféltekét használják, holott a képesség, a tehetség a túlsó oldalon van. És ez nagy baj, hogy kötelezik őket a pontos megtanulására a dolgoknak. Ez nem abban olyan nagy baj, ha a másik oldalát is használják. És azt hogy kell? Azt hogy kell fejleszteni a másikat? Hát erre van egy könyv is, de én azt nem mondom, van egy könyv rá jobb agyféltekés rajzolásra.
Ehhez kell egy tanár. Én nem vettem ezen részt, úgyhogy én most pontos felvilágosítást nem tudok adni, de az első rajz az olyan, hogy fekete kontúrokkal van megrajzolva egy színész feje, a Johnny Deppé például ez volt a zsombinak a feladata, és fehérek az arcvonások. És a külső kondúr vastag fekete. És azt kell ugye az első nap azt kell lerajzolni. Hajszál pontosan. A következő egy fénykép. Nem tudom, a feleségem a Bruce Willis kapta, a Johnny Deppet a fiam, és a Johnny Depp az tökéletes lett már a negyedik napon. Tehát négy nap alatt el lehet azt írni, hogy egyáltalán tud valaki rajzolni, és rajzol. És akkor hogy kerültél a főiskolára? Simán? Na, szóval befejezem, tehát a Tudákos Ákost játszottam. Leszerepeltünk, bementünk az öltözőbe, ami nagyon messze volt, 40 méterre. Egy ilyen kultúrotthonban, és rohan utálunk az ügyelő, hogy gyerte gyerekek, még mindig tapsolnak. Hát olyan legalább 4-5 perccel mentünk később vissza. Hát azóta sem volt akkora siker. Tehát az, hogy valaki egy darabból kilép, mert végzett a szerepével, hogy akkora tapsot kapjon, hogy kimegy az öltözőbe, és hogy mindig tapsolnak, és hogy visszahívja az ügyelőt. Hányadikos volt akkor? Hetedikos általában az iskolás. Utána jött a gimnázium, és ott is folytatódott. Igen, hát a gimnázium, persze Éles Béla az helyesben a feleség, az rögtön felfedezett. Mit csináltél? Éles Béla a Tatabányai Bányász Irodalmi Színpadnak volt a vezetője. Az Éles Béla az egy fantasztikus közgazdász. A Marsz Károly Tudományos Egyetemen vörös diplomás, mindenből ötös közgazdász. Elképesztő távgyalogló volt, maratoni távgyalogló volt. Nem őt hívt, nem őt vitték ki, hanem mást a Tokiói olimpiára, és ő edzésen felülmúlta az olimpiai címet elnyert dühébe. Tehát abszolút első olimpiai bajnok lett volna. De annyira mániákos színházi ember, hogy örökké ezzel a színházzal foglalkozik, és agyon csak nem lehetne. Elveszik a színházat, csinálnak. Irodalmi Budaörsöt, most is még van színházi vállalkozása, színdarabokat csinál, igen, üzemben van. Igen, egy baj van, nagyon szeret szerepelni. Aha. És nagyon szereti azt visszahallani, amit mutat, ami egy súlyos tévedés. Mert színészként nem olyan különleges, mint ahogy most mondtad, közgazdászként, szervezőként, távgyalogóként, színészként nem olyan. Hát együtt járt szegény Bújtor Pistával a közgazdasági egyetemben. Minket meghívtak a Gólya bálukra, a Marsz Károly Tudományos Egyetemen, és tartottunk egy ilyen irodalmi estet. Akkor már te főiskolás voltál. A Béla elvégezte, együtt indultak. Hát például a Drahota Andrea az Éles Bélához járt akkoriban. Meg a Bújtor is. Igen. És a Bújtor, tehát az Éles Béla végzett, már rendező volt lenn, följöttünk a Gólyabára, és a Bújtor még mindig elsőbe járt. Pedig a Bújtornak nagy erénye volt, szintén a közgazdaság, nagyszerű üzletember volt. Szerettem. Hogy kerültél tovább a főiskolára? De Éles Béla felfedezett ott téged a Tatabányán, még gimnázium? Igen, rengeteget játszottuk. Volt 110 előadásom volt egy évben. Rengeteget. Gimnazista fejjel? Igen. Milyen szerepeket? Hát például a Brecht kispolgárinász, akkor Gorgi kispolgárok, De gyerek szerepet játszottál, vagy felnőtt szerepet? Felnőtt szerepet. Nem, a Mara halálának Tatabányán volt az ős bemutatója. Uh-huh. És milyen Zeitung volt, kelet-német lap, az írta meg. Bild Zeitung. Nem, kelet-német volt. Aha. Berliner Zeitung. Igen. Az írta meg, hogy itt van az ős bemutató Magyarországon, mert ugye letagadták, a nemzeti ilyet tartották és bemutatónak a Martonféle rendezést. Mert évekkel előbb bemutattuk. Abban én valami pantomimest játszottam.
De főleg irodalmi esteket tartunk, abból nagyon sok. Aztán kijártunk a bányákhoz ilyen rögtönző színházzal. Szegények miért lementek a bányába. Ezek rossz ötletek. Nem, ez nem igaz. Ez Miskolcon volt divat, hogy úgy hatnisztak a színészek, hogy mielőtt lementek a bányába, mondtak egy-két verset. Tehát ez valami iszonyatos dolog. Nem mi délután tartottunk. Tehát sok gyakorlatra tettünk szert. Helyzetgyakorlat. Olyan helyzetgyakorlatokban, ahol éppen beszélni kellett, mert ugye ezt a főiskolán tiltották, ezt sose fogom megérteni, hogy miért. És az érettségi nehéz volt? Nagyon jól érettségiztem Budapesten, az Árpád gimnáziumban. Árpád gimnáziumban? Árpád, ugyanaz a Sinkovics járt. Híres. Mikor kerültél oda? 1967. október 31. Ez volt az a rész, amikor a családot, a hazafias népfront... Igen, kinyilvántották. Azt nem meséltem el ezt a történetet, hogy mi volt az oka, hogy kinyilvántották. Na, ez ugye, hogy tulajdonképpen a bányái volt ez az egyes szám, kinézték maguknak irodának. Tehát már a bíróság megépült, és ugye minket kvázi kitettek, de nem kitettek, hanem felajánlott a bányok a főkönyvelője, hogy amit akarnak. Megsúgta apámnak, hogy az előző ilyen ügyletben a Rózsadomban vettek egy villát. Tehát amit választott. Tehát nem, az apu nem ezt választott, hanem a családnak együtt kellett maradnia. Tata bányához kötötte őket sok mindennek. Zenész volt a nagyapám, a világ legöregebb, aktív fagottosa volt, mert 69 éves korában még mindig fújta, addig rög megbolondulnak tudnélik a fagottól, a rezgésektől. Na, de és... már az én bátyám is fagott, és bolond is. És az apu azt akarta, hogy Tatabányán kapjunk két egymással szemben lévő lakást egy blokkházban. Mert hogy ti addig egy háztartásban laktatok? Igen, egy villában. Hányan? Tehát a nagymamám még, aki tulajdonképpen nevelt engem. A nagyapám, nagyanyám, keresztapám, öcsém, apám, én, és egy még valaki, aki segített. Hát azért nem tudtam az élményhez kerülni, mert 700 forintot már nem tudott kifizetni. Az már nem jelentett ki. Igen, a háztartási alkalmazottnak kellett a pénz. És a háztartási alkalmazott meg a mama miatt kellett, ugye? Igen. Tehát így kimaradtam az öt nyelvből. Apád ilyen energikus volt, hogy egy ekkora falkát fel tudott tartani? Hát fenn is tudta, de hát... Érdekes ez a bányász hagyomány, ugye ez kétféléből volt összerakva. Az egyik ez a szocreál, meg komcsi vonal, de az volt egy tradicionális vonal. Ezek a bányamérnökök nem akárkik voltak, ugye? Vagy mi volt neked a tapasztalat? Én úgy tudom, hogy ez mind Sopronba végzett egy kitűnő főiskolán. Ezek azért valamit tudtak, ott volt egy tradíció, zenekar, egyenruha. Hát Tatabányai bányász szimfonikus zenekar, Breitner Tamás volt a vezetőjük, aki Budapestre utazott le. A bányászoknak is volt mindig fúvós zenekaruk. Ez az erdész bányás, ezek nem csak szemet tanultak, hanem aranyat is. Rezet, faipart, erdészetet, szóval azért ez egy komoly tradíció. Hát, olyan jó képzettségűek voltak, hogy 56-ban egy csomóan erről a sorról diszidáltak, és csak egyet küldtek vissza, aki letagadta a Kálmánékat, aki letagadta, hogy pártag volt. De ugyanabban a pozícióban helyezték. Hauszárv és Bánya főmérnök. De sőt, akik diszidáltak valahol Kanadában, megalapították ugyanazt az egyetemet, nem tudom, valamelyik országban, Angliában, Kanadában. Szóval kivitték a Soproni Egyetemet. Hol? Kanadában? Igen. Egyszerűen kivitték az egyetemet, és ott lettek egy külföldi egyetem, és csinálták a dolgot. Szóval azért ezek valakik voltak. Igen. Tatabányán is. Igen, és őt vissza, Kálmánékat visszaküldték, de ő azzal, megtudtuk, hogy visszazavarták őket. Ezért, mert hazudtak. Aha. Nem lett volna semmi bajá, bevallja, hogy pártag volt. Csak letagad, így aztán nem. Érdekes, hogy a komcsik a bányamérnököket valamennyire becsülték. Szóval nem ölték meg őket, mert szükségük volt a szaktudásra. Ugye azt a komcsi pontosan tudta, hogy a tárnával, meg a
bányászati akna mélyítéssel nem boldogul. Ő neki egyszerűen kellett a mérnök, tehát amikor te mondod, hogy villákba laktak, és gyönyörű kertek, és nem tudom micsoda az ennek a... Sőt, olyan is volt, hogy ezeket elküldték Szocsiba nyaralni, és még nem is kellett nekik 3x3-asoknak lenni. Igen, vár, de ezek a villasorok, ezek tulajdonképpen megöröklődtek. Ez, amikor magánkézben volt a bánya, igen, ez akkor alakult, mert így tudott működni a bánya. A bányának az igazgató tulajdonosának Siklóson volt a nyári rezidenciája. Pontosan úgy néz ki, mint a Kecskeméti Színház vagy a Vígszínház, az a villa. Hát a Fellerjakab csinálta azt is. Tényleg? Csak maga, igen. Így tervezted az egy villát hát magának. A Feller volt a Bécsi High-Tech. Igen. A csúcs. A jelenleg utókezelőnek használják. De lehet, hogy most már nem. Ezt nem tudom. Na azért annyi mindent megtudtunk a Revi családjáról, meg minden. Most talán még azt kéne megtudnunk, hogy szóval azért neked mindenféle titkos életeid vannak. Hogy hány emberből vagy te összerakva, mert látjuk a színészt, a sikeres embert, akit elfogadnak innen, onnan, mindenki szereti, eredményes, díjat kap, imádjuk. De közben van neked az autó, közben van neked egy horgász élet, van egy Norvégiába elmész ide-oda, hogy rakod te ezt össze? Ráadásul én azt vettem rajtad észre, és ezt csodálom benned, megmondom őszintén, hogy te mindig munkakész vagy. Te bármelyik pillanatban beállsz, lejátszod a főszerepet, elmondasz 37 tekercset a szinkronban, éjjel-nappal olyan... 208-at mondtam most. 208-at ma. Úgy jött ide, hogy 208 teker. Hölgyeim és uraim, tudják, hogy ez milyen fizikai munka? 208 tekers egy nap. Hogy mind te demokrata videótelevízióban bejött, és következő percben játszott. Ez olyan sok színész van, akiben érzem azt a szorongást, tudod, hogy jaj, most feladat, és akkor egy kis felkészülés kell. Nálad meg úgy folyik reggeltől estig. És hogy fér ebbe bele ez a sok minden? Ez az autó, ez a ráckevén laknak családjával együtt. A horgászat, a főzés, de mikor? Alszott egyáltalán? Igen. Alszott. Na hát én ennek most akarok egy kicsit véget vetni, visszafogni ezeket a színházi elfoglaltságokat, mert ez egy rettenetes dolog, hogy nagyon nagyképű vagyok, ha azt mondom, hogy az utolsó harmad van hátra, mert akkor 94 éves koromig kéne élni. De az utolsó harmadban már nem szeretnék ennyit dolgozni. Tehát nem szeretném azt még egyszer, hogy két évvel ezelőtt a Vígszínház legtöbbet játszó színész díjat kapja. Évad végén. A következő évben elnyertem évad végén az Ajtai díjat, az egy szakmai zsűri által, az a legrangosabb a Vígszínházban, a legjobb alakítás, a Hegedűs Ásztető, legjobb alakítás. Elnyertem a Hegedűs Gyula díjat, ami a fiatalok díja, de a legjobb alakításra adják. Rutkai Gyűrűt elnyertem, és még elnyertem a Big Színház második legtöbbet játszó színészét. Azt négyszer mentem ki. Nem is volt más díj. A Roboz Imre volt, amit a Szép beszédért adnak, de azt nem én kaptam. Tehát viccelődtek a kollégák, hogy maradjak ott kint, mert így is a következő díjat. Ne kelljen annyit mászkálni. Hány színész kollega van, aki kétségbe van esve, hogy nincs neki fellépés száma? De meg itt dobzódsz a hatalmas számokba, és ezt mióta csinálod, évtizedek óta? Te igen, mindig sokat játszottál. Mert mindig fölmondok, tudod, és akkor meg ott a szinkronban is oda csapom a fét, és megyek el. Igen. Tényleg, ki játszik annyit a Magyar Színház művészetben, mint te? Kinek van ilyen magas előadás száma? Hát a Vígszínházban van ilyen, most pillanatnyilag a Borbicki Feri. Borbicki. Borbicki szegény Igó Éva. De piciket játsz, annak is elégedetlenek. Nekem meg felajánlanak olyat, amit egyedül csinálhatnék. Hogy azt hiszik az Enci, hogy nekem ez kell. Nem ez kell. Ha egyedül nem kell, az a másik élet, az autó, meg a... Nem, hogyha az ember jó darab legyen, és abban játszon jó szerepet az ember, nem főszerepet.
Hát játszunk egy tökéletes darabot, meggyőződésem, hogy Budapest legjobb előadása, prózai előadása, bár a kritikusok másképp gondolják, ez az augusztus Oklahomában. Hát aki látta, nincs. De nincs. Egy színésznő írta, tökéletes dramaturgia, minden színész bevezet, fölvezet, elvar, tökéletes darab. És egy ilyenben részt venni, és kész, engem nem tudom, és abban jónak lenni. Tehát nem érdekel, például, nagyon örülök ennek a tevjének is, mert az is egy teljes szerep. Uh-huh. Szóval a színész ritkán kap olyat, hogy énekelhet, mint nem kell sokat táncolni a tevjének. Ez uh-huh. Énekes, táncos, nagyon jó a történet. A tánctól nem vagy oda? Nagyon rossz alkat vagyok. Én valamikor jól táncoltam önállóan. A mozgásom az egyéni, de nem tudom elsajátítani a koreográfusnak a mozgását. De akkor most elárulom, hogy a nyáron kellett, ő játszott egy szép nagy szerepet a Vitézi Lászlónak a filmjében. És véletlenül ott voltam, éjszaka dolgoztak, és a rendező azt mondta, hogy legyen benne egy-két ilyen statiszta, mint én. És én is oda mentem statisztálni. Tátott szájjal néztem a Revickit, aki az éjszaka közepén fáradhatatlanul gyakorolt 27 tánclépést. És kizárta a tudatából az egész Szentendrét és az egész társulatot, és ott állt a kocsma közepén, és gyakorolta azokat a lépéseket. És akkor én azt mondtam, hogy hát hogy a felébe, hogy ez a Revicki még az éjszaka kellős közepén, és ilyen munkakész. Hát ráadásul... Olyan fiatal voltál, és energikus, és kétségbe esett, hogy jön össze a fontozás meg, és annyi energiát fogyasztottál, hogy csak úgy néztél. Ráadásul a legnehezebb magyar táncot a kalotaszegi legényes tánc. Ez a legnehezebb és a legmagasabb rangú a táncosok között is. És ott volt a tánctanár, tudják, egy olyan nagyon jó kiállású feslegény, aki ezt alanyi állampolgári jogon tudta, mert benne volt a izé. És ott volt azért Revicki barátom is, valami olyan káprázatos buzgalom és igyekezet és akarat volt benne, hogy ő is. És aztán valahogy összehozták úgy, hogy a te akaratod szerepelt a lépésbe, és néha az ő csizmája. De most elmondom, hogy mi történt. Azt beszélték meg előtte a koreográfussal is, hogy három etapba veszik föl. Három olyan etapot, egy egységet tanuljak meg belőle, hogy őt lehessen bevágni. Tehát a legyek profi háromba, és aztán majd őt jön a dublőr. Igen, csak a csizmája látszik, és ezért. És ezt és hozták össze, mint egy koncertet. A Laci pedig azt akarta, hogy ezt egyszerre. Igen. És hát ezt soha nem gyakoroltuk. Aha. És az ott kellett összeszednem magam és összeállítani a fejembe, mert nekem ez nagyon nehéz. És akkor megcsináltam egymás után a hármat, és arra... Én meg ahhoz nagyon szokva tudod, hogy a művészek egy adott ponton föladják. És azt tetszett benne ebben az éjszakai helyzet gyakorlat, hogy egy pillanat is adtak föl. Pedig nagyon nehéz volt, és nagyon komplikált helyzetben. És sokszor kellett megcsinálni. És sokszor, és meg újra, és újra, és újra. Hát két-három órán keresztül csináltátok. Körülbelül hihetetlen volt. Rendben. De hát amikor a nagy vizitet nálatok bemutatták, és még te voltál Magács igazgatója, azt mondta az a premier előtt, hogy ez így nem mehet ki. Mert én nem tudtam a szöveget. Igen. És ezt tudod, hogy miért volt ez utólag, és aztán még a kaktuszvirágánál is ez volt a probléma. TBC-s volt. Nem mond. Igaz, és nem tudtuk, igen. Jézus Mária. Nem tudtam, hogy mi a bajom. Nem ment be a szöveg meg. És mi? Elmúlt? De hát hol? Nem kaverna? Nem lukadt ki. Ja nem, annyira nem. De egy ilyen gyerektenyérnyit alaposan felzabáltak ezek a Koch-baktérium. De akkor is játszottam, meg mentem, meg új darabot. Lázasan próbáltam meg. A megtévesztő az volt, hogy még influenzás is lettem, és még tüdőgyulladást is kaptam. Amikor már tájoltunk Debrecenbe például ezzel, mert átvette a Tudai Ügyeszínházba, a szírtes azt kirakta. Igen. Akkor még elmentünk Debrecenbe, úgyhogy 39 fokos lázam volt. Ott is lejátszottam. És hol szedted ezt össze? Valószínűleg a Duna Deltában.
ahol is... Ahol horgászni szoktam járni. Igen, igen. Magyarországon is ugye a Szatmár megyéhez közeli részről jön a nyírségbe a TBC. Ott van a legmagasabb számú nyilvántartott TBC-s Magyarországon. Mert például Vas megyében nincs egyáltalán, vagy Zalában. Szegény Páskándi Géza a Duna Deltába lenyomott 6 évet, mint fogoly. Mint fogoly. Na igen, meg a Károly Béla is, aki a román tornaszállogatott. Te Levés, azt hogy csinálod, hogy elmész Norvégiába, meg a Duna Deltába? Hát a noteszodba beírod, hogy most pecázol, most játszol? Hát a Norvégiát az előre le kell szervezni, mert csak júliusban szabad menni. Tudni, hogy olyan viharok vannak, hogy nem tudunk kimenni a tengerre. Igen, ezt előre szervezzük, de én csak egy helyre vagyok hajlandó elmenni, Torsvák Háfiskébe, mert ezt úgy mondják, Torsvák Háfiske, csak ugye ezek is a svéd nyelvet beszélik, csak olyan, mintha egy makói, egy balassagyarmatival beszélne. Az a különbség, tehát Torsvák Háfiskébe járunk. Hány nyelven beszélsz? Nem beszélek én semmit, csak ilyen konya nyelven, vagy ki tudom tölteni. Igen. És... tőkehalakra szoktunk ott horgászni, és azért ragaszkodom ahhoz a részhez, mert Torsvák Háfiske azt jelenti, hogy a tőkehalak tengeri utcája. Mert ott korzóznak. Igen. Ez biztos a szaporodással kapcsolatos, nem? Mikor elfordul jobbra északon, az a 70. szélesége körön van, elfordul Norvégia, ott megy, ott már nem megy a golf áramlat vele, hanem ott találkozik a hideg vízzel, és pont Torsvág előtt vonul el a golfáramlat, amitől mindenhol oda gyűlik. Ez nem a valami szaporodási, nem olyan, mint a bisztrángoknak a szaporodási hely is, az északi, a jegestengeri északi tőke hal, ami a legfinomabb, a halibut, a lapos hal, igen. Ott ívik ezen a területen, de az áprilisban történik, és a világrekordokat is ott tartják. Hát akkor ott áprilisban kimenni egész nap ilyen fél homályon. Igen. Tehát 24 órán keresztül fél homályon. Uh-huh. Igen, hát az már a depressziós rész. Ott fönnök mindenki alkoholista, a közértes, egy közért van, Szorája szigetén van ez, egy közért, olyan a bőre, hogy ilyen mint a pergament, olyan áttetsző, tehát annyi alkoholt ívott már, hogy majdnem, hogy átlátni rajta, tehát átvilágítja. Na most őket a TB elküldi nyáron Balira például. A TB elküldi, mert mindegyik depressziós. Hogy napfényt lássanak. Napfényre, a TB, mert olcsó, mint a kórházi kezelés. Hát azért volt a cunaminál svéd Norvég. És norvég halottak voltak ott nagy számban, ott mert ott üdültek. Yeah. Nem üdülnek ők, hanem kötelező napfénykúra. Egy hónapot kapnak ki államfizetés. Hát Norvégnak lenni se könnyű, úgy látszik. De nyáron nagyon kellemes és csodálatos.